Miniszter úr, ön állandó vendége ennek a portfólió konferenciának. Úgy látszik, szeret ide járni. Igen, mert én mindenhol szeretek, ahol szakemberekkel találkozok, és itt ez tényleg egy országos szintű konferencia, ahol az ország minden részéből és sok kiváló szakember jön, és ez egy lehetőség arra, hogy beszélgessünk az elmúlt évről, a jövőről. Úgyhogy nagyon jól érzem magam itt. Ön 5 évig vezette az Agrártárcát, és nem is akárhogyan. Hogyan értékeli a mostani mezőgazdaság helyzetét? Hát ha termelési oldalát nézzük a mezőgazdaságnak, akkor töretlenül fejlődik. Különösen a növénytermesztési eredmények kiválóak, és ebbe ugye itt elhangzott egy kérdés, hogy a 4 feltétel közül miben látja az ember az igazán jó eredményt. Hát én azt gondolom, hogy a szaktudásba és a szakismeretbe fejlődött sokat a magyar agrárium, mert hát az időjárás az nem rajtunk áll, vagy a szerencse, vagy ilyen fogalmak, hanem inkább az, hogy egyre jobban értünk ahhoz, amit csinálunk, és ez a tapasztalatnak az eredménye. Ha azt nézem, hogy a fejlődéshez forrásokra van szükség, pályázatok elnyerésére van szükség, akkor egy kicsit negatívabb a kép, mert most már jó 1,5-2 éve nem nagyon nyernek a pályázatokon, nincsenek kifizetések, és hát a versenybe, az európai versenybe ez komoly lemaradást okozhat a későbbiek folyamán. Ön azért kritikát is megfogalmazott előadásában. Az MVH nehezen indult Magyarország, ugye a kifizető ügynökség. Emlékszünk rá, hogy gazdatüntetések voltak az elején a Kossuth téren. Na most utána sikerült ezt fölgyorsítanunk, és ma már egy jól működő hivatal volt. És nem igazán értem az okait annak, hogy ezt most miért kell felszámolni, és a miniszterelnökséghez becsatolni. Minden ilyen szervezeti átalakítás mindig óhatatlanul megtorpanással jár. Mindenki saját magával foglalkozik a szakmai munkahelyet, ott próbálja megkeresni a helyét, és ez további csúszásokat okozhat a pályázatok értékelésénél és kifizetésénél. Egy ciklus közepén egy ilyen változtatást megcsinálni, ez az elég óvatlan lépés.